Maximum 200 fő részvételével június 1-től rendezhető esküvő és lakodalom is. Fontos tudni, hogy az esküvői szertartásokat szűk körben már hétfőtől meg lehetett tartani, de a templomi esküvőket és a lakodalmokat csak június 15-e után. Ezután viszont akár szállodákban vagy éttermekben is lehet majd ünnepelni az ifjú párt. Ennek a hírnek minden bizonnyal sok házasodás előtt álló pár örül, mellettük pedig természetesen azok is, akik esküvőkön dolgoznak, hiszen őket is érzékenyen érintette az elmúlt időszak. A mi esküvőink augusztus és szeptemberi időszakban, tehát az őszi időszakban voltak aktuálisak, így ezeket hál' Istennek nem kell lemondani, hanem megtarthatjuk, illetve azóta, mióta ez a bejelentés történt, további megkeresések is történtek, hogy volt, aki tervezte az esküvőt, de a veszélyhelyzet miatt félt, amiatt, hogy el kell esetleg halasztani, így már számukra is egyértelmű és biztos, hogy megtarthatják az esküvőt. A Bereki Park étteremben már csiszolják a parket, tehát hogy a násznép megszépült környezetben tudjon lagzizni. Itt az étteremben már kipakoltuk, mert a jövő héten egy kicsit felújítjuk az éttermet, a parkettát felcsiszoltatjuk, illetve újrafényeztetjük, valamint a festő is érkezik, és tisztasági festést is tartunk. Ezzel készülünk az újranyitásra, illetve készülünk a lagzikra. Szigorú előírásokat természetesen nekik is be kell tartaniuk. A másfél méter távolságot az asztalok között meg kell hagyni, illetve a vendégeknek ajánlott a szájmaszk viselése. Ezen kívül természetesen az alkalmazottaknak is szükséges szájmaszkot viselni. Ezt egyébként most is betartjuk, illetve 200 fő a maximálisan megengedett létszám. Lesznek olyan esküvők náluk, amiket már sokan késő őszre vagy télre szervezték.